mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Nagy szeretettel köszöntöm elsősorban. Hát még egyesítünk, mert kis idő aztán egész másképp megyünk mindig ki, mert ide lehet jönni, de másképp lehet elmenni. Igaz? Igaz. Drága és szülőket, Krisztusban szeretett testvéreink, te nagykarizsai Jézus szívetlen fogva, miért imádkozunk? Hát, hogy szíved szerint, meg a gazdám szíve szerint legyen mindez. Majd úgy kerek vagy. Jó? Könyörögjünk. Tekints, Urunk, könyörgésünkre és áradóságosan kegyelmedet üveinkre, akik most házasságot kötnek szent oltárodnál. Legyenek mindig áldozatosak a kölcsönös szeretetben. Krisztus a mi által. Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor a kenyér szaporítás után a tömeg befejezte az étkezést, Jézus mindjárt csónakba parancsolt a tanítványait, hogy amíg elbocsátja a tömeget, menjenek át előtt a túlsó partra. Amíg elbocsátott az embereket, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben beesteledett, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. A csónak pedig már jó pár stádiumnyira eltávolodott a parttól. Hánykát vetették a hullámot, mert ellenszél. Éjszaka negyedik időváltás idején Jézus elindult feléjük a víz színén járva. Amikor észrevették, azt hitték, hogy kísérte, és rémületükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, bátorság, én vagyok, ne féljetek! Erre Péter odaszólt neki, Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vízre. Ő azt mondta, jöjj! Péter kiszállt a csónakból, elindult a vizet, és ment Jézus felé. De az erős szél láttán megijedt, és megjönni kezdett. Felkiáltott, ments meg, Uram! Jézus nyomban kinyújtotta a kezét, megfogta őt, és így szólt hozzá, te kicsimpítő, miért kételkedtél? Mikor beszálltak a bárkába, a szél elállt. A csónakban levők pedig leborultak előtte, és így szóltak, te valóban az Isten fia vagy. Ezek az evangélium igény. Evangélium tanítása. Tessék fejét fogni. Szóval mi rokonok vagyunk. Miért ez az? Én a házasság köti szertartásában olvastam föl egy evangélium részt. Miért a holnapi evangélium? Hát, mindig ez a kérdés. Vannak-e kapaszkodó pontjai? Igen, tudunk-e följönni előbbre valami? Vannak-e jelek, amivel igen viszont? Na hát szóval 15 éve ez az evangélium. Hát csak egy kicsit előttem most. Bocsánat. De az evangélium most is érvényes. Hogy az egyháznak az életében is körülbelül ezzel mondani, hát hogyan ez van? Jézus úgy tűnik, hogy elmondja, igen, menjetek, aztán ellenszél fúj. Nagy gondok van. Péter. Ez
nézzétek, az, aki nem tudja az első lépést megtenni. Látszol, a ti reményelőt meg tudjátok az első lépést. Lát, tanulságunk már 15 éve itt, hogy ma hányan lépten, de jobban kivert a víz. Igen. Bátors. Én. Ez itt a lény. Hogy Jézus az jövőtetek. Briginek akkor a nagy feladata van, hogy igen, a világot szerintékeni. Nem van itt a nincs a szerintékeni. Itt a gazdák. És akkor vannak gondok, hogy néha, hogy tényleg, hogy elmeszélni, és akkora, hogy Péter meg is ér. Vele menjünk, de amikor kétségbe esik az ember, és már igazából most el kéne már menni is. És akkor meg. Mi? Mert már nem Jézus a Jézus, hanem a hullámokra. Na hát ez a fontos, hogy Jézus. És akkor az is nem fog, ami másnak nem. Nem kötelező el. Nézd, a lehet, hogy nem lehet megállni a miért? Leszek nehézségek, örülök. Miért az életünk szűkésségéről jelenti nem lesz? Kész. Nem a, ne a szomszéd asszony mondja meg, hogy Brigi nekem van igazad. Kérdezd meg a Jézus. Na, szintén lenni. Érted? De a barátok mondják. Te többek érdelesz, vagy valamit. Kedves Egyesvár, eljöttetek ide a templomba, hogy az Úr megpecsételje szívetek szeretetét egyházának szolgálja, és a hívek közösségének színen. Krisztus Urunk bőséges áldását adja el a szeretetre. Egy külön szentség kegyelmével gazdagni, és erősít meg titeket, hogy kölcsönös örök bőségben vállalni tudjátok a házastársak szentkötelességeit. A házastársak szentségének méltósága, őszinte szándékot kíván tőletek, feleljetek ezért az egyház kérdéseire. Milán Ferenc.
megfontoltad a Isten előtt szándékodat, és szabad elválózálni, hogy ők tényleg ide, hogy változtatok is. Igen. Ígéred-e, hogy nem ő feleségedet tiszteled és szereted, míg a halál elváloz benneteket egymástól? Igen. Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza a házasságot? Ígéred-e Krisztusnak és az ő egyházának törvényei szerint neveled őket? Igen. Brigitta, megfontoltad-e Isten elő szándékodat, és szabad elhatározásból jöttél-e ide, hogy házasságot kös? Igen. Ígéred-e, hogy lendő férjedet tiszteled és szereted, míg a halál el nem válasz benneteket egymástól? Igen. Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza a házasságot? Igen. Ígéred-e Krisztusnak és az ő egyházának törvényei szerint neveled őket? Kedves jegyespár, most következik az a szent pillanat, amikor ünnepélyesen is kinyilvánítjátok, hogy egymásnak házastársai akartok lenni. Forduljatok szembe egymással, fogjatok kezet, és a bal kezet a szívedre, és én átkötöm a kezeteket a sólával valamit előtt, hogy a házastársak Isten előtt is felmutatható lesz. Milán Ferenc. Nyilatkozzál Isten és az Anya Szent Egyház szín előtt. Akarod-e a jelenlévő Brigittát feleségül venni? Akarod. Mondd tehát utána. Brigitta, Isten Szent szín előtt, feleségül. Brigitta, nyilatkozzál Isten és az Anya Szent Egyház szín előtt. Akarsz-e a jelenlévő Milán Ferencet feleségül venni? Akarod. Mondd utána. Most megkötött házasságtokat az egyház nevében érvényesnek nyilvánítom és megáldom az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ti pedig testvéreim, akik itt jelen vagytok, legyetek tanúi e szent éle szövetség megkötésének, amely Krisztus Urunk szavai szerint felmondhatatlan, amit Isten egybe kötött, ember székre vált. Most pedig ősi magyar szokás szerint estivel is erősítsétek meg azt, amit az imént egymásnak ígértek. Milán épüljön a feszületre, és mondd utána az esti szokot. Isten erősségem, nagy a szemben való szemben, és Isten erősségem, hogy a Thank you.
Itt az ott férjegyelődés jobb. Húzd az ujját, és mondd meg. Mi világteremtő szentséges atyánk, a saját képmásodra alkottad a férfit és az asszony, és életközösségünket bőséges áldásoddal akartad gazdaggá tenni. Az új asszony Rékáért jöjjünk hozzá, alázatos szívvel, ki férjével, Ivánt Ferenc szerezed a napon szentőjébe. Urunk és Istenünk, a te bőséges áldásod szálljon reális testvérsára, hogy boldog házas életünk folyamán gyermekekkel ékeskedjük otthonunk, és gyarapod még egy házat. A te dicséretedet szerjük az örömben, és téged keressenek a bánat idején. A te segítségedet élvezzék munkájuk közben, és érezzék, hogy mellettünk állasz a gondokkal közben. A hívek közösségében imádkozzanak hozzád, a világban tegyenek tanúságot, majd szép életkor térjenek, s az itt jelenlétükkel együtt a mennyei hazába jussanak. Krisztus a mi által. Imádkozzunk együtt gyermeki bizalommal, úgy, ahogy Jézus tanított minket imádkozni. Ugyan szeretném mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőnek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól. Amen. Istenünk, az örök atya, őrizzen meg benneteket egyetértésben és kölcsönös szeretetben, hogy Krisztus békéje töltsön el lelketeket, és otthonotokban mindig megmaradjon. Amen. Legyetek áldott a gyermekeiteket, találjatok az életben őszinte jó barátokra, és éljetek végtelenedben igaz békességben. Isten szeretetét tanúskodjatok, hogy a szerelmet és a szegények, akikhez jók voltatok, egykor hálásokat adjanak majd Isten örök ajtékába. Amen. És titeket is mindnyájtokat, akik itt együtt vagytok, áldjatok a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Szent Atyás véget ér, járjunk csak a kétjében, Istenem. Hát rosszabb napotok ne legyen, jó? Máskor is lehet állni, hogy jó szám, jó? 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 Jó?